Köszöntünk mindenkit, mi vagyunk a röhes farkasok. Egy kicsit én is szomorú vagyok, hogy Cseke László nincs itt velünk. Egy kicsit megint csak olyan körben érzem magam, ahol azokról a dolgokról sokat beszélgetünk, amikről ma is. De persze tök jó, hogy most ilyen szervezett keretek között és mindenki által felkészülve. A kérdés, amit a Viki feltett nekünk, ugye, illetve ennek a műhelyi beszélgetésnek az apropója, az a visegrádi palota játékok múltja, jövője és jelene és jövője. Mi ezt most úgy fogtuk meg, hogy a saját szemüvegünkön keresztül szeretnénk rávilágítani arra, hogy mit gondolunk a történelmi rendezvényekről és ezen belül a palota játékokról. És ezt úgy fogjuk megtenni, hogy először beszélünk röviden arról, hogy mi volt eddig a mi útunk, hogyan érkeztünk ebbe az egész témába, és hol tartunk most, hogy milyen alapelvek és milyen alapértékek mentén csináljuk ezt a műfajt mi, és ebből talán érthetővé válik, hogy miért gondoljuk azt, amit arról, hogy szerintünk hogyan kellene egy igazán jó történelmi rendezvénynek kinéznie. Átadom a szót Kristófnak. Ja, és bocsánat, egy valamit elfelejtettem megemlíteni, hogy sajnos Szilas László, aki most itt velünk állna, és a Röhes Farkasok legbelső magjának a harmadik tagját jelenteni, ő privát okok miatt sajnos már nem tudott jönni. Holnap itt lesz, úgyhogy aki szeretne veled is beszélni és találkozni, akkor holnaptól lehet. Én magunkról fogok beszélni, hogy mi hogyan lettünk, mert ez is volt a kérdés. Természetesen Visegrád által lettünk. 2014-ben a Szilas Laci lejött az IJász klubba, és mondta, hogy egy visegrádi ismerőse mondta, hogy kevés az IJász, menjünk nyilazni. Azt tudunk. Így is tettünk. Elkészültek az első ruháink az alapján, ahogy mondták, hogy az jó. És ezt elhittük, mert azt mondták. El is készültek, látszik is, hogy milyen remek darabok lettek, de el tudtunk vegyülni Visegrádon. És első visegrádunkat elhagytuk érzelmekkel teli, túlcsordult szívvel, teljes eufóliában. És ezt meg akartuk élni az év többi napján is, mert éreztük, hogy ez milyen jó, és hogy mennyire kell. Elkezdtünk utána nézni annak, hogy vajon amit csinálunk, az tényleg jó-e úgy, ahogy mondták, hogy az jó. Kiderült egyre inkább, hogy nem. Utána néztünk, keresgettünk, kutatgattunk, ahogy ezt illik. Folyton fejlesztettünk, folyton változtattunk. Mindig az volt a lényeg, hogy folyamatosan előre kell menni. Nem, semmiképpen nem szabad megállni, és egyre jobban fejlődött mindenünk, egyre nagyobbak lettünk, és nem átallottunk kidobni semmit, amiről kiderült a legkisebb mértékben is, hogy hamis vagy téves. És most tartunk itt, nagyjából. Gyakorlatilag majdhogy nem azt lehet mondani, hogy minden évben lecseréltünk szinte mindent, legalábbis nagyon sok mindent. Ezt igenis meg kell tenni, hogyha nem hiteles, hogyha nem valóságos. Mert a rosszul csináláshoz képest a jól csinálásba nem kell sokkal több energiát beleölni, és hogyha már megvettem a rosszat, akkor csak egy kicsivel kéne kipótolni, hogy az jó is legyen. Az alapelveink és a fő törekvéseink, hát az az első, hogy először legyen egy cipőm, aztán ráérek beszerezni egy koronát, hogyha az a célom. De nem úgy, mint a lovagok java része, vesz egy mellvértet, meg egy sisakot, és már kész vagyok. Na jó, alá még egy
kapucnis pulcsi, hogy azért valamit akarjon. De nagyon korán kiderült számunkra, hogy ez semmiképpen nem járható út. És hogy attól, mert fel vagyunk költözve, és csinosak vagyunk, szépek vagyunk, az még nagyon kevés. A körülöttünk lévő térnek is pontosnak és hitelesnek kell lenni ahhoz, hogy az egész megjelenésem hiteles legyen. Különben úgy nézek ki, mint egy beöltözött bohóccal idő közepén. Épp ezért minden tárgyunkat elkezdtük nem csak olyanra, hanem úgy is csinálni, ahogy a legjobb tudásunk szerint az hiteles. És továbbra is mondom, hogyha kiderül valamiről, hogy nem jó, mi nem átaljuk mágiára dobni. Itt is vannak a legfőbb alapelvek. Ha nem jó, dobd el. Azon kívül az egész csapatunk, és ez vonatkozik egy egész rendezvényre is, az egész csapatunk pont annyira jó, mint amennyire a leggyengébb karaktere. A rendezvény is annyira jó, mint amennyire a leggyengébb programja. A tavalyi Visegrádból mire emlékszünk? A jó programokra, vagy a lézerkardra? Jaj, bocsánat, fénykard. Nem voltam hiteles, elnézést. Mindenképpen törekedni kell, és mi is alapvetően, hát legtöbbször onnan ismernek, hogy mi állandóan oda megyünk emberekhez, és állandóan megpróbálunk valamilyen szempontú kapcsolatot létrehozni, hogy valamilyen együttműködés történjen, mert ez egy közös játék, ez a mi közös játékunk, és hát megismerkedtünk emberekkel. Igen. És itt az alsó panoráma képen látszik, hogy egy jó kezdeményezés mennyire sok ember tud egy közös és egy értékes célért összehozni. Ez a tavalyi diósgyőri várárokban megrendezett kis ostrom jelenetünk, ami, hogyha jól emlékszem, akkor igen jól sikerült. És ez nem csak a mi érdemünk, hanem az összes csapat érdeme. És ott, akik ott állnak, én fekszem, ott, akik ott állnak, ott együtt büszkék arra, amit ott létrehoztunk. És az egész hiteles és értékes, de ez a kapcsolatok révén történhetett meg. Amit mondott a Pist is, hogy régen Visegrád a kapcsolatok meleg ágya volt. Mi is sok kapcsolatot szereztünk itt, vagy épült ki itt sok kapcsolat, de a javarészéről kiderült, hogy a mi szempontunkból zsákutcába vezet a legtöbbje. És a Geri elmondja, hogy mit tanultunk még. Mit tanultunk ma, és tegnap előtt? Az évek során, ahogy csináltuk ezt a műfajt, és részt vettünk rendezvényeken, tájékozottunk a valós és az online térben emberektől, weboldalakról, meg mindenhonnan, ahonnan tudtunk. Az első dolog, amivel szembesül az ember, hogy a történelmi újrajátszás, hagyományőrzés, nevezzük, ahogy akarjuk. Én jobban szeretem az első kifejezést, mert egy fokkal pontosabb, mint a hagyományőrzés, bár elég, tehát egy bénán hangzó kifejezés. Egy végtelenül mély és tág univerzum, amiben nagyon el lehet veszni egyrészt, másrészt pedig nagyon sokféle szinten, nagyon sokféle hozzáállással és nagyon sokféle színvonalon lehet űzni. Ez mindig egy döntés, itt visszautalnék Kismartoni Péterre, aki szerint, hogyha ezek a különböző hozzáállások jól elkülöníthetők, tehát hogyha mindenről tudjuk, hogy micsoda, és ez a micsoda az annak mondja magát, ami, akkor egészen addig nincsen probléma. Hogyha nem így van, akkor az gond. És sajnos sokszor szembesülünk ezzel. Ugye ezek
kapcsolatban felmerül, amit szintén már más is említett, hogy, hogy a fejlődés az, az kinek sajátja és kinek nem. És ugye szintén itt pedig a kis autóra utalnék vissza, hogy, hogy hát velünk is az történt, hogy, hogy azok, a, azok az emberek, azok a csapatok, azok a szinterek, amiket mi mondjuk az elején, amikor még nem tudtunk semmit, etalonként kezeltünk, elhittük, hogy ők az elit, arról számunkra kiderült, hogy valójában nem így van, és túl, hát most szerénytelenség ezt mondani, de hogy túlfejlődtük őket, ahogy, ahogy mondjuk ők is. Egyébként annyit megemlítettem, tehát a Kristóf részéből még megemlítenék annyit, hogy, hogy a, ugye amit a kis autó mondott, hogy, hogy egy csapatok egymást inspirálják, mi például egy következő generáció voltunk, akiket az Alpszociétás inspirált, amikor, amikor megmondták, hogy szaramink van. és majd jöjjük vissza, hogyha, hogy beszélgessünk, hogyha így, utána néztünk a dolgoknak, és ahogy Kristóf mondta, kidobjuk a ruháinkat, és újakat készítünk, vagy készítettünk helyette. Ugye a rendezvényekkel kapcsolatban, és sajnos, nem sajnos, tehát hogy ugye, mint ahogy mi is Visegrádon voltunk gyerekek, ilyen értelemben, bár mi ugye 40 évesen születtünk, és akkor kezdtük el ezt az egész műfajt. Szóval itt szembesültünk először azzal, hogy, hogy tapasztalható, gyakran tapasztalható aránytalanság abban, hogy, hogy azok a csapatok, akik egy ilyen rendezvényen részt vesznek, oda elhozzák a felszerelésüket, elhozzák a lelkesedésüket, és hát értéket hoznak létre, ezt azért ne felejtsük el. Ezek meglehetősen aránytalanul vannak néha honorálva. És ebben egyébként nem mondanám, hogy Visegrád az egyetlen, de hát ugye, mint tudjuk, mindenki Visegrádtól tanul. Sajnos sokszor szembesültünk azzal, hogy a történelmi újrajátszókat, hagyományőrzőket hobbistaként tekintik, akik szeretnek ide eljönni, és szeretnek a 40 fokban naponta 4-szer 3 litert leizzadni, mert ez jó nekik. És hogy hát mi azt gondoljuk, hogy ezt lehetne úgy is kezelni, hogy egy kicsit talányosabb a dolog. Amivel az évek során megint csak szembesültünk, az a szénán belül a kommunikációnak a problémái. Visszautalnék arra, hogy milyen kár, hogy Cseki László most nincs velünk. Ugyanis ez egy nem régi screenshot egy Facebook poszt alól, nem is mennék bele. Igazából arról szól, hogy valaki kapott egy kritikát, arra kapott egy segítőkezet, vagy hát nyújtottunk egy segítőkezet, és ezzel megsértődött. És egy kicsit azt érzem, hogy ebben mindannyiunknak van feladata, nekünk is. Mi is rengeteg kritikát kapunk a kommunikációnk miatt, de szándékunkban áll, ezt most kijelenthetem, mindig pozitív lenni. Ugye amik még hatottak ránk inspirációként, az, hogy mi is részt vettünk néhány külföldi rendezvényen. Én azt mondanám, abból a kevés tapasztalatból, amit külföldi rendezvényeken szereztünk, hogy igazából ugyanolyan vegyes a kép mindenhol. Lehet, hogy az igazán jó, legszínvonalasabb történelmi rendezvények
külföldön lehet megtalálni, és ott biztos. De igazából amit láttunk még, és amit tapasztaltunk, az, hogy nem elsősorban pénzkérdés az, hogy valami színvonalas legyen, hanem szándéké és belefektetett munkáé. Ami ugye a nemzetközi szintérrel kapcsolatban még egy ilyen érdekes felismerés volt, legalábbis engem nagyon, nem az, hogy meglepett, csak nagyon elgondolkodtató volt, hogy a dilemmák meg a igazából a felmerült kérdések azok is univerzálisak, tehát hogy igazából mondjuk egy olasz, ez a Smiling Reenactors Memes című ilyen Facebook oldalról való, tehát ugyanarról viccelődnek a Olaszországban is, mint nálunk, hogyha valaki furcsán viszonyul a valósághoz. És hát igazából ezekből a felismerésekből, illetve a mi hozzáállásunkból következik az, hogy nyilván ez egy nem teljes felsorolás, hogy mit gondolunk mi arról, hogy milyennek kéne lennie egy igazán jó minőségi történelmi rendezvénynek. Ebből egy csomó elhangzott már, most így próbálom megnézni, hogy mi az, ami nem. Amit kiemelnék mindenképpen, az, hogyha egy rendezvény vállalja, hogy egy korszakot megjelenít, akkor ragaszkodjon ahhoz a korszakhoz. Igazából többiek, tehát a Pisti is, meg a Péter is beszéltek a legtöbb dologról, tehát hogy mindig megújuljon valamennyire, hogy legyen belépési kritérium a résztvevők számára, hogy ez sokkal szigorúbb legyen, mint amennyire most az. És igen, tehát hogy és azt üzenném magam részéről a palota játékok szervezőinek, hogy a kritikát azt segítőkészként fogadják, ne pedig, hogy is mondjam, ne pedig csak támadásként. Amiért sokan, amiért kritizáljuk mondjuk Visegrádot, de kritizáljuk sok szempontból mondjuk magunk között a Diós Győrt, vagy bármelyik rendezvénnyel szemben tudunk megfogalmazni kritikákat, annak az az oka elsősorban, hogy hatalmas potenciált látunk ezekben a helyszínekben, amiről azt gondoljuk, hogy azokat a rendezvényeket, amit itt, vagy Diósgyőrben, vagy más hasonló helyszíneken, pláne ilyen gyönyörű várak környezetében tartanak, lehetne nagyon-nagyon jól csinálni, és mi azt gondoljuk, hogy a közös felelősségünk, hogy ezt meg is próbáljuk. Azt hiszem, ez jó végszó volt.